Tisztelettel köszöntöm a sajtó megjelentés képviselőit, elnézést kérünk a kis csúszásért. Farkas Gergely a Jobbik országgyűlési képviselő és egyben a Jobbik ifjúsági tagozatának elnöke. És a mai sajtótájékoztatónak az az apropója, hogy nemrégiben a Jobbik egy óriás plakát kampányt indított, amelynek célpontjában, középpontjában az áll, hogy a fiatalok között már mi vagyunk a legnépszerűbbek, illetve annak kapcsán is tartjuk most ezt a sajtótájékoztatót, hogy a Jobbik ifjúsági tagozata talán az előző mondatommal a fiatalok közötti népszerűségnek köszönhetően és dinamikusan fejlődik, és Szabolcs megyében, Szabolcs-Szatmár, Bereg megyében is ezt tapasztalható, ennek keretében vagyok ma én is itt. Mielőtt azonban rátérnék a Jobbik fiatal közötti népszerűségére, engedjék meg, hogy általánosságban szóljak a fiatalok helyzetéről, ugyanis le kell szögeznünk azt, hogy az MSZP és a Fidesz kormányzásának közös bűne, hogy ennyi fiatal kivándorolni kényszerült, és mindennél nagyobb az elvándorlási hajlandóság a mai fiatalokban. Tudnunk kell azt, és cáfolnunk kell a Fidesznek azt a hazugságát, hogy a fiatalok azért mennek külföldre, hogy szerencsét próbáljanak. Tudjuk nagyon jól, hogy ez nem egyfajta kalandvágya a fiatalnál, hanem leginkább kényszerből teszik ezt meg. Tehát nem igaz, amit a Fidesz mond. És az sem igaz, amivel ők próbálnak minket nyugtatni, hiszen hogy ezek a fiatalok majd hazajönnek. Ugyanis úgy látjuk, hogy az ország jelenlegi állapotában, ebben a bizonytalanságban, ami körülvesz minket, ebben nem vágynak haza a fiatalok. És ez nem csak a Fidesz, hanem az előtte lévő MSZP kormányzásának a bűne is, akkor ki kell emelnünk, hogy sajnos módon egyik kormány sem tudott hatékony lépéseket tenni a fiatalok itthontartása érdekében. Az elmúlt 3 évben csak a bizonytalanság növekedett, és nagyon sok statisztikai adat bizonyítja mindezeket a tényeket. Ugye a felsőoktatásba jelentkezők száma 2 év alatt 50 000 fővel csökkent, ami egy óriási visszaesés. A fiatalkorú munkanélküliség már a 30%-os lélektani határt közelíti, és mindezek a statisztikai adatok is azt mutatják, hogy rossz irányba mennek a dolgok. A fiatalok között legnépszerűbb pártként mi az elmúlt 3 évben is rengeteg javaslattal éltünk, és szeretném ezeket is röviden bemutatni, nem csak az elmúlt időszak kritikáját szeretném megfogalmazni ebben a mai sajtótájékoztatóban. A Jobbik szerint nagyon fontos felsőoktatásban az állami képzés, állami férőhelyek számának növelése, és nagyon fontos azt, hogy milyen szakokban indít az állam ingyenes helyeket, ezt nem a miniszterelnök kénye kedve döntse el. Zárójelben mondom, hogy emlékezhetünk, hogy 2012. decemberében Orbán Viktor egy személyben döntött el, hogy hol lesznek ingyenes helyek és hol indul csak önköltséges képzés. Mi azt szeretnénk, hogy valóban a piaci igények határozzák meg az állami férőhelyek számát, hogy ezek milyen arányban osztanak el az egyes intézményekre. Nagyon fontos téma az otthonteremtés, és a Jobbik már az elmúlt 3 évben többször javasolta otthonteremtési programját, mely a bérlakás építési programra épül. Szeretnénk, hogyha ez beindulna, és ez egyfajta segítséget nyújthatna a fiataloknak, abban, hogy meg elérhető áron tudjanak házakat bérelni, és néhány év elteltével ezeket nyomott áron tudják megvenni. Ez nagyon sok fiatal, legtöbb fiatal nem rendelkezik olyan anyagi forrással, ami lehetővé tenné az önálló életkezdés egy külön lakásban. Foglalkoztunk a diákhitelnek a problémájával, nagyon rossznak tartjuk ugyanis ezt a gyakorlatot, ami ezt a hitelzés fajtát jellemzi, és amely a Diákhitel Központ saját felmérése szerint is több százezer, közel 200 000 diákot úgy adósított el, hogy valójában nem voltak rászoruló erre a hitelzési fajtára. Az ő statisztikájuk, az ő felmérésük mutatja azt, hogy a hitelt felvevő közel 350 000 fiatal, ennyien vették fel 10 év alatt ezt a hitelt, nekik 60%-a úgy nyilatkozott, hogy enélkül a hitel nélkül is el tudták volna végezni az egyetemet. Ez tehát azt mutatja, hogy egy rosszfajta hitelezési gyakorlat alakult ki, olyanfajta marketinget épít a diákhitel, ami olyan fiatalokat is a diákhitel felvételre kényszerít, akik nincsenek valójában rákényszerülve. Foglalkoztunk a diák munkabiztonságokkal, itt is nagyon sok probléma éri a fiatalokat, és ezekre biztosítottunk egy ingyenes jogsegélyszolgálatot, illetve törvényi szabályozás módosítást javasoltunk. A fiatalkorú munkanélküliség kapcsán a járulékkedvezmények rendszerét, a startkártya és a munkahelyvédelmi akcióterv
átdolgozását javasoljuk, mert láthatjuk, hogy hatékony megoldást nem képesek nyújtani ezek a programok, márpedig mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy fiatalok el tudjanak helyezkedni. Én ezen javaslatokat sajnos módon a Fidesz kormány nem vette figyelembe, ennek ellenére mi töretlenül fogjuk ezeket újra és újra a parlament szinterén is elővenni és bemutatni, illetve minden más módon próbálunk kiállni a fiatalok érdekei mellett. Talán ennek is köszönhető, hogy ilyen sok javaslattal rendelkezünk, hogy a fiatalok is érzékelik ezt, és ennek is köszönhető ebben a korosztályban meglévő népszerűségünk, mind a mellett, hogy a Jobbiknak a fiatalossága és lendülete is biztos, hogy nagyon sok fiatal számára szimpatikus, és ezzel párhuzamosan ezt tapasztaljuk mi a Jobbik ifjúsági tagozatában is, aminek minden héten újabb és újabb szervezetei, helyi tagozatai alakulnak meg országszerte, és tényleg nem nagy képűség azt mondani, hogy Magyarország legdinamikusabban fejlődő szervezetéről, fiatalokat tömörítő ifjúsági szervezetéről beszélhetünk az ifjúsági tagozat keretében, amely számos értékes programmal, kiadványal, őket érintő problémákra adandó válaszokkal nyilvánul meg és mutatja meg magát, és ez szimpatikus a fiataloknak, egyre többen és többen csatlakoznak hozzánk. Nagyon fontos, hogy minket ez a fiatalok közötti népszerűség nem elkényelmesít, hanem sokkal inkább feladatot ad nekünk és a felelősségünket tudatosítja ezáltal. Nagyon fontos tudnunk azt, hogy nagyon sok esetben a fiataloknak már csak a Jobbik ad reményt, hogy mi bennünk látják azt az erőt, amely őszintén tenni akar értünk, és mi ezt ennek szeretnénk megfelelni, ennek megfelelően alkotjuk meg most is a 2014-es választási programunkat, de addig is próbálunk a lehető legtöbb szintéren tenni értünk, úgyhogy nem kényelmesít el minket ez a helyzet. Én sajtótájékoztatón részében ennyit szerettem volna elmondani, amennyiben kérdésük van, akkor arra nagyon szívesen válaszolok. Van-e arra vonatkozóan bármilyen statisztika, hogy mennyire népszerű a fiatalok körében a Jobbik? Többféle statisztika van. Részben hivatkoznak kell az Irányító Intézet kimutatásai, amely szerint a Jobbik a legnépszerűbb párt a fiatalok között, a második a Fidesz, utána következik az LMP, illetve most is szétváltak a Párbeszéd Magyarországért. Ők 30-40% között mérnek minket. A pontos százalékot sajnos én nem tudom most önnek megmondani, de interneten szemempillanatok alatt rá lehet találni erre az elemzésre. A másik felmérés, ami hasonló, a Jobbikot hozta ki legnépszerűbbnek, az Aktív Fiatalok felmérése, vagy Aktív Fiatalok című felmérés. Ezt Róna Dániel végezte, és itt mondjuk kizárólag csak az egyetemisták és főiskolások körében mérték a pártoknak a népszerűségét, és itt is a Jobbik lett a legnépszerűbb, a Fidesz a második helyen. Ami érdekesség ennek a tanulmánynak, vagy ennek a felmérése, ugye mondtam, hogy ez nem reprezentatív, ugyanis csak az egyetemisták főiskolások között mérték, és itt is a Jobbik lett a legnépszerűbb, és ez annak tükrében érdekes, hogy nagyon sokan szeretik azt mondani a Jobbikról, hogy hát mi a kevésbé képzettek pártja vagyunk. Most ugye vagy ezzel megcáfoltuk ezt az állítást, vagy hogyha már az egyetemisták és a főiskolások körében is milyen a legnépszerűbbek, akkor, és igaz lenne ez az állítás, akkor képzelhetjük, hogy a szakmunkások közében milyen népszerű lett a Jobbik, úgyhogy ennek a felmérésnek ez az érdekessége. Voltak olyan, azt is őszintén el kell mondani, hogy voltak olyan kutatások, amelyek viszont nem a Jobbikot hozták ki a fiatalok között a legnépszerűbbnek. Legutóbb a Nézőpont jelentetett meg egy ilyet, amiben próbálják cáfolni az óriás plakátunknak a tényét.